Hello, mindenkinek! Ez egy rövid videó lesz, mindig így indul, és legfőképp a maronos aktuális dolgokról lesz szó, úgyhogy kezdjük is. Jött egy türelmetlen e-mail Kálmántól, hogy mikor lesznek már maronos mörcs cuccok. Hát neki privátban mindig válaszolok, hogy egy kicsit türelmet kérek, de akkor így nektek is elmondom, hogy miről van szó. Valamikor az első videók között tavasszal azt hiszem említettem, hogy lesznek majd maronos mörcsös cuccok, mindenféle ruházati termék és esetleg bögre is. Aztán ki is választottam a céget, megkötöttük a szerződést, elkezdtem tervezgetni a mintákat, töltöttem fel sorban, és utána jött a cégtől egy üzenet, egy e-mail, hogy szerzői jogok miatt rájuk szállt a legfelsőbb hatalom, és kénytelenek felfüggeszteni ezt a programot, de mutatom is, hogy mit írtak. Kedves viszonteladónk! A viszonteladói programot a mai napon számodra megszüntettük, hozzáférésed továbbra is korlátozottan, de elérhető. Jutalékodat ki tudod kérni, amelyet augusztus végéig mindenkinek kifizetünk, az 5000 forint alatt levő összeget is. A mintáid ettől a naptól kezdve disabled státuszra kerültek, és nem elérhetőek oldalunkon. A gráfikáid, amely a te tulajdonod, törlésre került minden meghajtónkról az ASF-ünk szerint, nem használjuk tovább rendelésekhez. A Google és egyéb helyekről, a Google policia alapján pár napon belül szintén törlődik. A döntés oka, rendkívül sok licenc nélküli minta volt fent, amelyről a viszonteladók nagy része nem rendelkezett. Nem voltak számlaképesek. Rendkívül sok időnkbe került a minták javítása, jelzése, elfogadása, amelyek végül nem generáltak forgalmat. Köszönjük az időt és energiát, amit rászántál a programra, mi sem így terveztük és a programot évekig működtettük, de tovább nem áll módunkban a fentiek miatt. Megértésed köszönjük! Szóval megkaptam ezt az üzenetet, és akkor elkezdtem tanakodni, hogy mi legyen. Kerestem nyilván másik céget, akik hasonló jó feltételekkel tudtak nekem dolgozni. Nyilván az lenne a lényeg, hogy a munka nagy részét, mármint a gyártás, postázás, számlázás, fizetés részét ugye átvegyék az én vállamról, nekem pedig csak a mintákat kell megcsinálni, a termékpalettát összeállítani, milyen színű pólók, milyen minták menjenek rá, hogy nézzen ki az egész, megcsinálni végül is egy webshopot, és akkor ők kezelték volna ugye a háttérgyártási munkát. Egyébként nagyon örültem, hogy egy ilyen céget találtam, mert ez mindenkinek könnyebbség lett volna, de belefutottak ilyen szerzői jogi dolgokba, leállították az egész ilyen termékpartneri projektet, és akkor meg voltam lőve, hogy akkor hogyan tovább. Félúton voltam a projektben, aztán találtam egy másik céget, akik hát hasonló projektben dolgoznak, hasonló metodikával, oda is fel kell tölteni nyilván a mintakészletet, amit azóta ugye kibővítettem, teljesen más platformjuk van, máshogy kell kezelni az egész felületet, ugye ezt újra meg kell tanulni, és akkor jött a tőlük az új információ, hogy de most akkor ők fognak modernizálni és átalakítják az egész termékfeltöltés oldalt, új nevük lesz teljes egészében, ami már most is él, és az új terméktervezői oldal az új metodikával, új kinézettel, új logikával, az majd valamikor 25 februárjában lesz éles. Én már láttam, hogy mi készül, hát jobb lesz, mint a régi nyilván, és akkor most megint jött a dilemma, hogy várjak-e februárig a mintáknak a termékpaletta elkészítésével, vagy menjen most ki az egész, aztán majd én szenvedek februártól, hogy átrakjam az egészet az új platform alá.
És ha már így jött egy új cég, akkor átgondoltam, hogy hát akkor lehet, hogy új mintákat kellene csinálni, bevonni egy profi grafikust, aki ezzel foglalkozik, mert ugye én, az én szakmám nem grafikus, csak innen-onnan felszedtem információkat, meg szoftvereket használok, de egy aktívan működő és képzett grafikus azért máshogy nyúl hozzá a dolgokhoz. Végül is akkor elkezdtem keresni grafikust, egy-kettővel beszéltem, tárgyaltam, hogy milyen projektbe akarom őket bevonni. Volt, aki azt mondta, hogy ez neki egyáltalán nem fekszik, ő másba jó inkább, és megint meg voltam lőve. Így aztán fogtam a Maron hajóját, kieveztem nemzetközi vizekre, és találtam is egy külföldi srácot, aki tud ebben a projektben nekem segíteni. Nyilván egy csomót kellett vele egyeztetni, mi az elképzelésem, ő miben jártas, milyen stílusban tud rajzolni, vagy grafikát készíteni. Az első egy-két grafikát már egyébként megcsinálta, azt levéglegesítettük, én azt mondanám, és akkor az alapján csinálná a többit is. Ezek mellett úgy gondoltam, hogy azért modern világban élünk, és mesterséges intelligencia segítségével is próbáltam mintákat csinálni. Nyilván nem az van, hogy legenerálok egy képet, és akkor az egy-egyben megy egy pólóra, hanem ott azért még belenyúlok szövegekkel, egyéb dolgokkal, és ebből is készült pár minta. Vagy tetszik majd nektek, vagy nem tetszik, az nyilván majd az eladási adatokból látszódni fog, valamint a visszajelzésekből, de hogy bizonyítsam, hogy nem a levegőbe beszélek, én már azért próbálgatom, hogy milyen minták, milyen pólóanyagra, milyen színre, hogy néznek ki, és vannak már itt ilyen előkészített dolgok. Szerintem jó pofák, de nyilván majd mindenki a saját igénye szerint rendeli ezeket. Úgyhogy most itt áll megint a projekt, hogy várom, hogy a külföldi srác megcsinálja a mintákat. Én pakolom össze azt, amit én gondoltam. Nyilván lesz logózott póló, Maron logóval, egyéb dolgokkal. Feliratos pólók is lesznek, amit lehet majd bögréket is rendelni. Meg szerintem vászontáska, meg egyéb pár dolog. Majd összeállítom a terméklistát. Esetleg, hogyha valami különleges kérésetek van, azt a videó alatt beírhatjátok, próbálom megoldani, vagy utána járni, hogy mindenkinek kedvezzen a dolog, és akkor ilyen vicces, vagy egyéb feliratos pólókba rohangálhattok majd nyáron. Szóval ezek a mörcsös termékek most így állnak. Én sem örülök, hogy így elment vele az idő, valamint, hogy ilyen galibák jöttek közbe. Egyébként a sztori első részére visszautalva, a nagy magyar adóellenőrző cég rászállt most ezekre a pólós és ajándéktárgyas cégekre, hogy van-e engedélyük bizonyos reklámtermékekhez, bizonyos logókhoz, bizonyos márka vagy brand kinézetű vagy utánzatú feliratokhoz, vagy logókhoz, grafikákhoz, és mutatom, hogy miért kaptak büntetést, ugyanis ezt a PÉK nevezető mintát találta úgy az adóellenőrző vállalat, hogy ez bizony az Adidas jelnek a nyúlása, és ez hajajaj, és akkor forintos büntetés, és nem akart a cég a továbbiakban ilyenekkel bajlódni, mert minden betöltött mintára neked nyilatkoznod kell, hogy igen, az a tied, te rendelkezel a szerzői jogaiddal, és az egy egyedi minta, meg különben is, ahol senkinek semmi köze. Na most ez a cég ebből nem akart problémát, így az összes mintát, amit a vállalatok betöltöttek, ő azt mondta, hogy nem lehet használni, és csak amit ők kitalálnak mintát, azt lehet. Így aztán megszűnt ez a lehetőség. Szóval továbbiabban az új céggel fogok dolgozni, és ami jó hír, hogy nem csak Magyarországon belül értékesítenek és szállítanak, hanem jóformán az európai piacra. Külön van román nyelvű oldal, külön azt hiszem szlovák, cseh, akkor vannak még német és angol nyelvű fordítások az oldalban. Nyilván a dolgok zöme az angol nyelven lesz, amilyen feliratos póló. Szerintem
azért Magyarországon is már elég sokan angol feliratos, akár vicces dolgokat is megvesznek. Ha lesz külön igény magyar nyelvűre, akkor nyilván azt is be fogom vállalni, de inkább most angol nyelven indulnak ezek a dolgok. Következő téma, amiről még szerettem volna beszélni, azok a maronos találkozók vagy rendezvények. Idén Budapesten volt az utolsó, ami hát egy nagyon esős napra esett. Sajnos ilyen volt az időjárás, abban még nem tudunk beleszólni, de voltunk jó páran, jöttetek is növényeket vásárolni, beszélgettünk. A hangulat az teljesen jó volt, mellette pedig esett az eső. A jövő évre több ilyet tervezünk, ugyanis jubileumi éve lesz a Maronnak, 10 éves lesz, és ebből az alkalomból szerintem lesz majd egy éves nagy rendezvényünk, ami szerintem Budapest vagy környékén fog megrendeződni, ilyen szépen magyarosan. Valamint évközben a szokásos programjaink lesznek, kitelepülés, májusban Pécsre megyünk, 2 napra a Botanikus Kertbe, lesz a Szegedi Lótusznapok, ahova menni fogunk. Debrecenben a Virágkarnevál keretein belül megrendezik a Botanikus Napokat, ott is a Kovács Kálmán, a Cserepes Ragadozók ugye ki szokott települni, lesz a Szegeden szintén a Fűvészkertben a szokásos éves rovarfogó növényes találkozó és vásár, ami sajnos idén a rossz idő miatt elmaradt, de bízunk benne, hogy 25-ben tök jó időnk lesz, és meg fogjuk tartani. Valamint Budapesten a Fűvészkertben is tervezünk kisebb összejöveteleket, valamint ott más projektjeink is lesznek, amiről majd értesülni fogtok. Az idén sajnos az már nem fog megvalósulni, hanem szerintem a jövő évben, de majd itt a YouTube-on látni fogjátok az eredményét. Emellett bárhova szívesen megyünk, ahova hívnak bennünket. Nyilván, hogyha évközben ilyen ad-hoc jellegű, vagy bármilyen belső rendezvényünk lesz, akkor a weboldalon, a Facebook oldalon csoportban erről lesz információ. És futnak egyébként a webshopok is, amiket ugye a Maron oldalon a partnereknél elértek, hogy milyen webshopokkal működünk együtt, valamint nekem már vannak arról információm, hogy új magyar rovarfogó vagy ragadozó növényes webshop is indulni fog, lehet, hogy 2 is, majd meglátjuk, hogy az azt indítók milyen ütemben tudnak haladni. Amit még meg szeretnék említeni, az az, hogy a napokban volt egy kis Facebookos galiba az oldalnál és a csoportnál. Lehet, hogy ti nem vettétek észre, ez csak nekem volt kellemetlen, ugyanis az eredeti Facebook profilomat hát ellopta egy politikailag korrektnek kell lenni, ellopta egy olyan személy, aki erre illetéktelen, és emiatt a Facebook letiltotta azt a profilomat, kénytelen voltam egy másikat csinálni, amiatt ugye elvesztettem a kontrollt az oldal és a csoport felett, viszont olyan ügyesek voltunk, hogy annak idején több adminisztrátort is kineveztünk a csoportba, és így az új profilommal vissza tudtak engedni. Szerintem, legalábbis én úgy tapasztaltam, hogy a Facebook oldal és a profil felett senki nem vette át a hatalmat, úgyhogy remélem, hogy ebből nem lesz galiba. A régi profilomat én már meg sem fogom újítani, nehogy valaki beulálkodjon, úgyhogy most ez a helyzet. Viszont a Maronos chat csoportban nem vagyok benne, nem is látom, hogy hol van, úgyhogy abból most kimaradtam. Lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, úgy látom még nem vagytok elég bátorak, mint a 135 ott fent a nagy szép épületben. Csatlakozzatok nyugodtan a csatornához, semmi bajotok nem lesz tőle. Kérdezzetek akár Facebookon, akár itt kommentben, vagy a maron@maron.hu e-mail címen keresztül. Privátban is válaszolni fogok, és hogyha olyan érdekes kérdést teszek fel, akkor lesz belőle egy pár perces videó, amit mindig rövidre tervezek, és akkor ilyen hosszú lesz.
ezekkel az információkkal engedlek benneteket haza, úgyhogy jó éjszakát!